A hozszervény pályabefektetését követően a következőkben beszéljük meg azt, hogy a lekerekítő ívet milyen módszerrel és milyen lépésekben tudjuk beilleszteni, illetve megtervezni. Ehhez a lekerekítő ív tervezésének esésváltoztató módszerét kell, hogy tisztázzuk. Ehhez egy mintarajz áll rendelkezésre, ezt a mintarajzot PDF formátumban mindenkinek a rendelkezésére fogom bocsátani. Itt, ezen a mintarajzon viszonylag egyszerűen kiszámítva végig lehet menni a tervezési lépéseken. Legyen a mintapéldánk az, hogy a hozszervényben legyen egy 2%-kal emelkedő, majd ezt követően egy 2%-kal lejtő, egyenlejtésű egyenesünk. A két egyenes közé grafikusan illesszünk egy körívet, amelynek a sugara 100 méter. Fontos azt is tudni, hogy ez a plusz 2% meg a mínusz 2%-os esésű, egyenlejtésű szakaszok, ezeknek az ábrázolása hosszervény ábrázolásában, hosszervény méretarányában történt, tehát tízszeres torzítással. És az a grafikus betervezett ív pedig ténylegesen ez a grafikus ívnek a sugara. Nézzük meg ezután, hogy az esésváltoztató módszer hogy is működik, mi ennek a lényege. Az esésváltoztató módszer lényege az, hogy egy olyan burkoló sokszöget rajzoljunk, ez bíbor színben látható itt, ez egy burkoló sokszög, a berajzolt körívhez, amelyik a körívet érinti, kívülről érinti. A tervezés első lépése az, hogy a grafikus ív érintési pontjai közötti vetületi távolságot, ami ebben az esetben pontosan mérve 39,22, ezt fölkerekítjük 40-re, tehát ennyi kerekítés megengedett, lényeges eltérés nem fog okozni a grafikus vonaltól a burkoló sokszög, tehát nagyon közel fog menni ehhez a grafikus ívhez, ez a burkoló sokszög. Határozzuk meg először az delta E százalék töréskülönbséget a két egyenlejtésű szakaszunk között. A képlete ennek itt látható, delta E százalék egyenlő E1 százalék mínusz E2 százalék. És ennek az abszolút értéke, kelvett értéke adja a delta E-t mindenféle szituációban akkor, hogyha az E, ha emelkedőről van szó, plusz előjelet alkalmazunk, ha lejtőről mínusz előjelet alkalmazunk. Esetünkben az E1 plusz 2% mínusz, az E2 mínusz 2%, ugye mínusz-mínusz az plusz, tehát a delta E százalékunk az 4% lesz. A következő lépés az az, hogy válasszunk egy olyan E0 értéket, ez az esés változás értéke, amelyik a delta E töréskülönbségben kerek számszor megvan. Természetesen kínálkozik a lehetőség itt arra, hogy az E0 százalék ebben az egyszerű esetben 1% legyen. De nyilván ehelyett lehetne 0,5% is, akkor egy olyan burkoló sokszöget tudnánk rajzolni, amelyik még jobban követi ezt a grafikus ívet. Ezt az éles tervezésnél majd mindenki a saját feladatában ezt tartsa a szem előtt, hogy ne 1% legyen, ennél kisebb érték legyen, 0,3, 0,4 és 0,6, 0,7 közötti érték legyen majd. Lényeg az, hogy olyan E0 értéket kell választani, hogy kerek számszor meg legyen ebben a delta E százalékban. Ha ez megvan, akkor ugye esetünkben az egyszerűség kedvéért választottam ezt 1%-ra, ezt a esés változtatási mértéket. A töréspontok számát így megkapjuk, ugye az 4 lesz. 1, 2, 3, 4. Az oldalak száma, tehát a burkoló sokszög oldalainak száma az 1-jel kevesebb, tehát 3. Hogy kapjuk meg ezek után a burkoló sokszög oldalainak vetületi hosszát, ugye vetületi hosszról beszélünk, úgy, hogy a felkerekített vetületi ívhozt elosztjuk a töréspontok számával, jelen esetben 4-jel, így kapjuk a 10-es értéket,
Így tehát, ha három oldalunk lesz, 3 × 10 az 30 méter, vagyis a burkoló sokszög kezdő töréspontja és végső töréspontja között vetületben 30 autókedrajzi egység van. Ha ez is megvan, akkor ezek után számolhatjuk a lekerekítő ívnek a sugarát, méghozzá az R egyenlő 100-szor kis A per E0, behelyettesítve esetünkben, ugye 100-szor az A értékünk az 10, osztva 1-gel, tehát 1000 méter lesz a lekerekítő ívnek a sugara. Jó, ezen elvi bemutató után, ugye, hogy rajzoljuk meg tulajdonképpen magát a burkoló sokszöget, megvan a két egyenlet és egyenes meccés pontjában állított függőleges vonalunk. Ezzel húzunk párhuzamost balra a burkoló sokszög vetületi hosszának felével, ugye 15-15 autókedrajzi egységgel kijelölve a kezdőpontot és a végpontot, majd a kezdőpont függőlegesével húzunk párhuzamost 10 autókedrajzi egységgel meg megint, és ha lemérjük a maradékot, ugyanúgy nyilván 10 autókedrajzi egységnek, 10 méternek kell lennie. Ha ez megvan, akkor pedig, most belenagyítanék a rajzba, jobban lehessen látni, akkor a burkoló sokszög oldalakat rajzoljuk be, méghozzá úgy, hogy az E0 esés változtatás értékét ebben a domború lekerekítő ívben folyamatosan ugye csökkenteni kell, mert át kell vezetnünk a plusz 2%-ot mínusz 2%-ba. Tehát először rajzolunk egy 1%-kal emelkedő vonalat, ugye 2-ből levontunk egyet, majd 1-ből levonunk egyet, az 0%-ú vonal, majd lesz egy mínusz 1%-ú vonal. Ezeket hogyan rajzoljuk meg? Ugye relatív koordináta megadással 100 egységre, tehát a kukac jellel 100 egységre, a torzítás miatt, beszorozva 10-zel az magasságkülönbséget, tehát ha itt most 1%-ot akarunk rajzolni a hosszelvény méretarány rendszerében, akkor a 100 egységre 10 autókedrajzi egység jut az 1% ábrázolásához. Jó, ha ezt megbeszéltük, akkor még egy olyan információt fontos megjegyezni, amelyik a módszerhez hozzátartozik, mégpedig az, hogy a berajzolt grafikus ív érintési pontja és a lekerekítő ív kezdőpontja, illetve az ív érintési pontja és a burkoló sokszög végpontja közötti távolság, az tulajdonképpen a megválasztott burkoló sokszög oldalnak a fele hosszúságú. Ha lemérjük, ez pontos az 4,61, ugye ennek, ha fele lenne pontosan, akkor 5 lenne az értéke, ugye ez a kerekítés miatt van így. A módszernek a lényege tehát az, hogy a grafikus ív érintési pontjától A-fél távolságra kezdődik, és A-fél távolságra fejeződik be. Nézzük ezek után a magát, a hosszelvény pályabefektetését, amely ilyen abba hagytuk az előző videót. Tehát itt tulajdonképpen már kialakult a magassági sokszög, megvan a pontosan berajzolt emelkedővel rendelkező szakaszok, és tulajdonképpen itt kicsit tisztázni kell a rajzot, hogy minél könnyebben átlátható legyen, kitörölhetjük már a közelítő vonalat, sőt, hozzuk meccésre pontosan a két egyenlejtésű szakaszt, és a berajzolt grafikus ívet azért, hogy itt a tervezésben majd bennünket ne zavarjon, tegyük át a nulla fóliára. És
Nézzük meg ugye vetületi távolságot, távolságméréssel, bár le van már méretezve, de még egyszer mutatnám. Ugye 76,8 kerekítve a delta x, ugye vízszintes vetületi távolságról van szó, amit 77-re kerekítünk fel. Jó, na most akkor nézzük meg, hogy mennyi a delta e ebben a szituációban. 4,4 és 2,3-nak a különbsége, ugye úgy szólt a képlet, hogy a E1 mínusz E2 abszolút értékben, tehát a különbség akkor ugye abszolút értékben értendő, a különbség az 2,1% lesz, ez a delta E. A 2,1%-hoz kell akkor most keresnünk először egy olyan E0 értéket, amelyik ebben kerek számszor megvan, ebben a delta E-ben. Ugye ez lehetne akár 0,7% is, és akkor három oldal hosszal, vagy három törésponttal ez megoldható, de említettem azt az esésváltoztató módszer ismertetésénél, hogy ez célszerű, hogyha 0,3, 0,4 és 0,56 körül van, hogy a burkoló sokszög oldalak minél jobban kövessék az ívet, esetünkben akkor ez legyen 0,3. Tehát a 2,1-ben a 0,3 megvan 7-szer. Tehát a töréspontok száma az 7 lesz. Hogy kapjuk a burkolósokszög oldalainak hosszát? Úgy, hogy a vetületi, felkerekített vetületi hosszat, tehát a 77-et elosztjuk a töréspontok számával, tehát 7-tel. Tehát kapjuk az A értékre a 11-et. Vagyis akkor 11 méter lesz a sokszög oldalaknak, a burkoló sokszögnek a vetületi hossza. Ebből hány darab lesz? Ugye egyel kevesebb, mint töréspont, tehát ha töréspont száma 7, akkor abból egyet levonva az 6. Tehát akkor 6x 11, az 66 méter lesz a teljes burkoló sokszög vetületi hossza. Ehhez akkor húzzunk párhuzamost a meccés, a két egyenes meccés pontjától balra és jobbra, ennek a felével, ennek a fél távolságával, vagyis 33-mal. Párhuzamos rajzolás, 33, balra és jobbra egyaránt. Hosszabbítsuk meg ezt a bal oldalit, élessük el vele mondjuk a telefonalat. Jó. És az esés változás mértéke az megvan. Homorú lekerekítő ív esetén folyamatosan növeljük, tehát átvisszük 2,3-as emelkedőből 4,4-es emelkedőbe, tehát mindig hozzáadunk 0,3-et az előző értékhez. Hogy ez a körív ne zavarjon bennünket, ezért a nulladik fóliát kapcsoljuk ki. Ha ez megvan, akkor pedig kezdjük el berajzolni a sokszög oldalak vetületi hosszával, tehát 11 autókedrajzi egységgel a párhuzamosokat. Következő ugye pontosan ráesik a meccéspontra. A maradék távolságot lemérhetjük. Ennek vetületi hozban 11-nek kell lenni, itt látható a bal sarokban. Ezt itt két vonal van egymáson, tehát én letörölném, amit utólag rajzoltam, tehát marad a meccésponttól a függőleges. Ha ez is megvan, akkor most ugye a HO-terep fólián vagyunk, majd innen, ha megszerkesztettük a burkoló sokszög oldalait, akkor vonallánccal fogjuk majd összekötni, és majd ezt a pályaszint fólián fogjuk megtenni. A szerkesztés ugye indul azzal, vonalrajzolással,
hogy az első, a burkolósokszög első pontjától rajzolunk egy vonalat, ortót kikapcsoljuk, és relatív koordináta megadással, tehát kukac, 100 egységre jut. Az első, ugye 2,3 tized volt a első egyenleti szakasz emelkedése, plusz 3 tized az 2,6. Ezt viszont itt a hosszervény méretarány rendszerében ezt 26-tal kell megadni. Ha ez megvan, akkor mindjárt metszük is le a vetületi hozban 11 autókedre az egységre lévő függőlegessel, és megvan az első burkolósokszög pontok. Folytassuk tovább vonalrajzolással. Első pont lesz tehát az előbbi megszerkesztett végpont, a második pont pedig kukac megadása után 100 egységre, ugye 2,6 meg 0,3 az 2,9, vagyis ide 29-et kell írni. Jön a következő vonal. Kukac 100 egységre jut. A 2,9 meg 0,3 az 3,2, vagyis akkor 32 autókedrajzi egység jön. Metsz parancssal levágjuk a felesleges részt. Jön a következő. Első pontot. Most a kukacjel az lesz 3,2, 3,5, vagyis 35, 100 vesző 35, majd a következő vonal az 100 vesző 3,5 meg 0,3 az 3,8, tehát 38. Jó. És jön az utolsó sokszög oldal, amely utolsó sokszög oldallal pontosan a két a függőleges ordináta, ami jelöli a burkolósokszög végét, és a 4,4-es emelkedő egyenlejtésű szakasznak a metszés pontjába kell érkezni. Vonalrajzolás, kukac, jel előtt az első pont, majd a kukac jel, 100 vesző, 3,8-nál voltunk, és hozzáadva 0,3-at az 4,1 lesz, tehát 41. Jó, ezzel tehát pontosan a előbb említett, előre kijelölt burkolósokszög végpontba kell érni. Ha ez nem történik meg, akkor valami szerkesztési probléma van. Hogy tudunk meggyőződni róla, hogy ebben a pontban van-e a végpont? Pontosan úgy, hogy a metszéssel, ha kijelöljük ezt metszővonalnak, de tulajdonképpen erre a egyenlejtési sokszög oldal meghosszabbítására nincs szükségünk, tehát ha le tudjuk metszeni, akkor nagy valószínűséggel jó a szerkesztés, de belenagyítunk, meg tudjuk nézni, hogy az eleje és a vége a berajzolt burkolósokszög utolsó oldalának a végpontja, illetve az egyenlejtési egyenesnek a kezdőpontja az ugyanabban a pontba esik. Ugyanezt megtehetjük az elején is. Metszés és a első burkolósokszög oldal kezdőpontjával lemetszetjük az elsőt. Az első egyenlejtési egyenesnek a
nem kívánatos darabját, és tulajdonképpen megvan a burkoló sokszög. Itt úgy tudjuk rendezni a vonalakat, hogy, ahogy említettem, átmegyünk most a pályaszint fóliára, és vonalláncot rajzolunk. Jó, és ezt a vonalláncot kijelöljük, mint metszővonal, és az egyes függőleges ordinátákat méretre szabjuk, méretre vágjuk. Jó, tulajdonképpen a tényleges érintési pontokhoz húzott függőlegesre tulajdonképpen már nincs tovább a tervezéshez szükség. Nézzük meg ellenben azt, hogyha most visszahozzuk a nulladik fóliáról a körévünket, hogy a körévünkhöz hogy simul a burkoló sokszög, arról győződhetünk meg. A regen parancsot célszerű kiadni a körív pontosabb rajzolásához. Lehet látni, ugye elég kicsi az elnyúl érték, tehát nagyon jól leköveti, le tudtuk követni a grafikus burkoló, a grafikus körívünket. Tehát ezt a nulladik layert továbbiakból ki is kapcsolhatjuk, illetve a nem szükséges ordinátákat, ugye grafikus ív kezdő végpontjához rajzolt függőlegeseket is kitörölhetjük. Ami még szükségeltetik az az, hogy az egyes emelkedő esés értékeket ábrázoljuk itt a fejlécben, illetve be kell írnunk ide a megfelelő E0 értékeket. Tehát rendre, ugye ebben az, a mintapélda esetében ugye a 2,6, 2,9, 3,2, 3,5, 3,8 és 4,1%-okat. Hogy ez, hogy néz ki? Ahhoz nézzük meg a kész lekerekítő ív fejlécét, tehát az előbb említett százalékok itt már a fejlécben szerepelnek, illetve ki van számolva itt már a esésváltoztató módszer ismertetésénél elhangzott képlettel a sugár értéke, az LH pedig a lekerekítő ívnek a hossza, tehát a burkoló sokszögnek a hossza, amelyről szó volt, hogy 66, illetve meg kell határozni még a számításokhoz a egyenlejtésű egyeneseknek a hosszát. Ez hogy történik? Két módszer is rendelkezésre áll, az egyik egy távolságmérés, a 196.08, ugye itt kerekítünk centiméterre, nem adunk pontosabb értéket, ebből adódóan a számítások során a harmadik, negyedik tizedesben lehet némi eltérés, de nagyobb eltérés nem lehetséges, illetve a másik megoldás pedig az, hogy a kort, vagy ha az angol parancsot alulvonással beírjuk, ID, meg a rövidítése ID, ugye az a kort parancsot adja, lekérhetjük ennek a pontnak az X koordinátája, ugyanúgy ő kiírja itt 196.07.52.0, ez úgy lehetséges, hogy a kezdőpont tulajdonképpen az valóban a koordináta, autókat koordináta rendszerben is X értelemben a nullától indul. És ugyanígy meg kell határozni, ugye itt a esésváltoztató módszernél adódik az egyes burkoló sokszögeknek az oldalhossza, az mind 11, így jön ki a burkoló sokszög hosszra a 66, és akkor marad még a második egyenlejtésű szakasznak a hossza, távolságméréssel meghatározva. Ez ugye 189-60-48, 189-60 cm-re kerekítve. Ha eddig elkészültünk a pályabefektetéssel, megbeszéltük ugye már a burkoló sokszöget is, akkor nekiállhatunk a tervezésnek, a számítási részéhez,
amely a következő videónak lesz majd a témája.